Míg korábban 40 perc volt, ma már 20-25 perc alatt el lehet jutni Székesfehérvárról Veszprémbe a 8-as úton. A pénteken átadott új, közel 10 kilométeres négysávos útra Veszprémnek, illetve Fejér megyének és emellett Várpalotának is körülbelül 2 évtizedet kellett várnia. Erről lesz szó a mai esti melegben, köszöntöm Önöket! A 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának megépítését a rendszerváltás utáni időszak kimagasló fejlesztésének nevezte a város polgármestere. Campanári Talabér Márta azt mondta, az új útszakasz létrejöttével a város újraegyesítése történt meg, hiszen azok a városrészek, melyeket eddig a főút elválasztott, most újra egységet alkotnak. Az itt élők és az erre közlekedők több mint 2 évtizedes álma valósul meg. A szocialista kormányok hosszú évekig hagyták, hogy tovább álmodjuk ezt az álmot, őszintén fogalmazva, figyelmen kívül hagyták azt. Nem érdekelte őket sem az út, sem Várpalota. Savanyú is most a szőlő. A nemzeti oldalnak kellett átvenni az ország vezetését ahhoz, hogy az álmunk valóságá váljék. Minőségi változást hozott az új út a város életében, szó szerint fellélegezhetnek a palotaiak. Ez a beruházás, illetve az ország szerte épülő ezer és ezer másik, az bizonyítja. Az országnak vidékbarát kormánya van. Odafigyel a települések gondjaira, meghallgatja a kéréseiket, megfontolja a javaslataikat. Tekintve, hogy én polgármesterként az idei választás közvetlen terhe nélkül nyilatkozhatott, tőlem talán nem kampányzó szónoknak, ha kiemelek legalább egyet, szerintem a legfontosabbak az elmúlt évek intézkedései közül, amelyen a kormány kifejezetten a vidéki településeket és azok önkormányzatait segítette az előrelépésben. Ez pedig az önkormányzati adósságkonszolidáció volt. A Fidesz kormány több milliárd forintnyi adósságtól szabadította meg a városokat, amely Várpalota esetében a japán hitellel együtt több mint 3 milliárd forintot jelentett, illetve a községeket és a falvakat. Ez a történelmi jelentőségű átvállalás páratlan lehetőségek tárházát nyitotta meg a települések előtt. Ezzel természetesen egyúttal emberpróbáló, polgármester tízasztó feladatot szabott ki ránk, hiszen a fejlesztés immár nem csak kötelességünk, hanem lehetőségünk is. Kontrát Károly a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Várpalotán mindig is dolgos emberek éltek, akiknek mindig voltak álmaik. Ezúttal egy 2 évtizedes álom vált valóra. 2013-ban jött el az a pillanat, amikor a kormány közútfejlesztési programjának meghirdetése révén összefogtunk polgármesterasszonnyal, megkerestük miniszterelnök urat, és kértük, hogy ez a nagyon fontos program kerüljön támogatásra, hogy ezt a kormány támogassa, és ez valósuljon meg. És nagyon örömünkre szolgált, amikor megszülettek a kedvező döntések, és köszönjük miniszterelnök úrnak, hogy ezt a nagyon fontos programot a kormány támogatta. 2014-ben megtörtént az első ütem alap kőletétele, majd 16. október 7-én a második. Ma pedig itt állunk, és az átadásnak vagyunk a részesei. Orbán Viktor miniszterelnök így emlékszik a régi Várpalotára. Gyerekkorom régi élménye, mindmáig friss az emlékezetemben, hogy rendszeresen erre jöttünk, és Várpalotán át kellett jönni, ami egyfelől észszerűtlen volt, mert éreztük, hogy a pokolba kívánnak bennünket azok, akik itt békességbe akarnak élni, mi pedig a másik több mint 19 ezer járművel áthajtunk itt a városon, de ennél szomorúbb élmény az, hogy a város bejáratánál állandóan rendőrök posztoltak, mindig megbírságolták az embert, lehetetlen volt elkerülni, az ország legszőrös szívűbb rendőrei szolgáltak itt, és mi fehérváriak is, hogy hozzájárultunk jelentős összegekkel, hogy a rendvédelmi bírságok révén az a pénz összegyűjjön, amelyből ezt az elkerülőt meg lehetett építeni. A csaknem 10 kilométeres szakasz átadásával 2x2 sávos gyorsforgalmi úton lehet autózni Székesfehérvár és Veszprém között, mintegy 50 kilométer hosszan, és Veszprémet is bekapcsolták a gyorsforgalmi úthálózatba. Ma azért állhatunk itt, mert a várpalotaiak éles szemmel olyan képviselőt küldtek a Magyar Országgyűlésbe, és itt most Kontrát Károly úr nevét külön meg kell említenem, és olyan városvezetőket választottak, Mártának is köszönjük a munkáját, akik addig jártak a kormány nyakára, még el nem érték azt, amire Várpalotának és a várpalotaiaknak szükségük van. És sorban ki is harcoltak mindent, ma persze itt egy elkerülő utat adunk át, de emlékeztetem magunkat arra, hogy az MVM ZRT itt az Önök megyéjében, Veszprém megyében 7 naperőmű beruházást valósít meg hamarosan,
és ebből kettőt Várpalotán fog megépíteni. Tanúszodát építünk, 800 millió forintból megújítottuk a kórházat, de ahogyan a Károlytól hallhattuk, még mindig sok probléma van, úgyhogy vannak újabb terveik is a várpalotaiaknak, mert úgy gondolják, hogy ott még maradt teendő bőven, amit a kormánynak el kell végezni. Összeszámoltam, hogy a várpalotai iskolákban összesen 465 millió forint értékben hajtottunk végre fejlesztéseket. Elköltöttünk 150 millió forintot a Turivár felújítására, és 464 millió forrást javaslunk a Zicsi Kastély Trianon Múzeum turisztikai fejlesztésére. És mielőtt kijöttünk volna ide önökhöz, a polgármester asszonnyal tárgyaltam, és megállapodtunk abban, hogy a Turivárra egy minden országos programtól különálló, önálló fejlesztési tervet fog készíteni a város, hogy kihasználhassák az abban rejlő gazdasági és turisztikai lehetőségeket. Most pedig átadjuk a város tehermentesítő 9,4 kilométeres elkerülő utat, amit a kormány 28 milliárd forintból épített meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy ilyen forgalmas út, miközben persze kényelmetlenséget is hoz az emberek nyakába, egyben azt is jelzi, ezért Várpalota kiváló helyen van, Veszprém Székesfehérvár tengelyen nagyjából félúton. Nekünk most az a célunk, remélem ezt sikerült megvalósítani, hogy a várpalotaiak ezentúl úgy élvezhessék a kiváló földrajzi elhelyezkedésük előnyeit, hogy közben a hátrányaitól megszabadulnak. Elsősorban a várpalotaiak biztonsága és jobb életminősége volt az az érve, amit Konrád Károly bemutatott a kormánynak, és ami eldöntötte a kérdést, hogy az elkerülőt mindenképpen meg kell építeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arról is hadd szóljak néhány szót, hogy a polgárok biztonságán és kényelmén túl van egy másik fontos szempont, ami az ilyen beruházási döntések mögött megtalálható, ez pedig a versenyképesség. Meggyőződésem, hogy Várpalotát és az egész térséget tesszük versenyképesebbé ennek az útnak az átadásával, a modern világban a versenyképesség alapja a kiváló infrastruktúra. Tervünk az, hogy minden város be tudjunk kapcsolni az országos közlekedési hálózatba, a strádákat mindenkihez közelebb vigyük, a strádák pedig elérjék az országhatárokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2010 óta Magyarországon 670 kilométernyi új útszakasz épült, hozzávetőlegesen 1200 milliárd forintból. Ezek közül 389 kilométer volt új gyorsforgalmi út, 164 kilométer új főút és 119 kilométer egyéb alsóbb besorolású útszakasz. 2022-ig további 900 kilométernyi négysávos útszakasz készül majd el Magyarországon. A mostani fejlesztéssel 100 ezer ember életminőségén és több ezer vállalkozás versenyképességén javítunk, és elérhető közelségbe hozza ez a mai útszakasz azt a tervünket, vagy célunkat, hogy a Székesfehérvár Várpalota Veszprém tengely hamarosan a magyar gazdaság egyik zászlós hajója legyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez pedig akkor fog bekövetkezni, hogyha a tengely minden tagja külön-külön is elég erős lesz. Székesfehérvár teljesítményét senkinek sem kell bemutatni, ez egy bivaly erős város. Veszprém is sok izmot szedett magára a Modern Városok programban, és megkap minden olyan támogatást, ami ahhoz kell, hogy gazdasági központtá nője ki magát. Következő kormányzati ciklusban a mi terveink szerint a középvárosokra és a falvakra fogunk majd összpontosítani. A középvárosok fejlesztési programjának olyan városok adják a magját, a lényegét, mint amilyen az önök városa, Várpalota. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ugyanakkor arról is beszélnem kell, a választási kampánytól függetlenül is, de annak árnyékában különösképpen, hogy persze lehetnek nekünk terveink útépítése, fejlesztése, zászlóshajókra, középvárosokra, modern falvakra, hogyha egyébként a forrásokat Magyarország fejlesztése helyett a migrációra kell költenünk. Erről egyenesen és őszintén kell beszélnünk. Az igazság az, hogy minden fejlesztésnek a pénzügyi alapjai veszélybe kerülnek abban az esetben, ha ránk erőltetik azokat a brüsszeli terveket, amelyekkel Magyarországot bevándorló országgá akarják velünk alakítani. A migráció integrációt jelent, rengeteg pénzbe kerül, a magyar vidék, a magyar középvárosok fejlesztési forrásait, ha Magyarország bevándorló ország lesz, illetve azzá teszik, akkor leginkább majd integrációra és egy bevándorló ország fölépítésére kell fordítani. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, nincs messze, menjenek el Ausztriába vagy Bajorországba,
és nézzék meg, hogy a pénzügyi források milyen hatalmas százalékát emésztik föl gazdag országok esetében is egy bevándorló országnak a fölépítése. Agyon nyomná Magyarországot, a jövőre vonatkozó fejlesztési terveinket, a nyugdíjemelést, a családtámogatást mind zárójelbe tehetnénk, hogyha évente mintegy 9 millió forintot ki kellene fizetnünk a bevándorlók után. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a közbiztonság romlásáról, a terrorveszélyről pedig már nem is akarok szólni. Most csupán a gazdasági vonatkozásokról beszélek. Magyarország egész egyszerűen ezt nem bírná ki. Évente 100 milliárd forint körüli összeg csak az, amely bevándorló ország közvetlen első éves működtetése során szükséges lenne. Én azt javaslom, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat inkább fordítsuk olyan célokra, amelyek valóban az itt élő magyarok érdekét szolgálják. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy április 8-án hol fognak ünnepelni majd, Várpalotán vagy Brüsszelben. Én azt tanácsolom, hogy inkább ünnepeljünk Várpalotán, Veszprémben, Székesfehérváron vagy Budapesten. A magyarok ünneplésétől legyen hangos az az este. Ezt az útszakaszt is rengetegen használják, vagy azért, mert gazdasági szereplők, vagy azért, mert erre járnak mondjuk a Balatonra, vagy adott esetben Várpalotára, vagy éppen Veszprémbe, és hát nagyon sokan azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy milyen nehéz volt, hiába épült meg nagyon sok minden már Veszprém és Fehérvár között, de a várpalotai szakasz, és ez szerencsére ez most ki van váltva, hiszen a várpalotai elkerülő elkészült, úgy mondták itt a szakemberek és a várpalotaiak, hogy ez napi 20 000 gépjárművet terel ki a városból ide erre az elkerülő szakaszra, abban azt gondolom, nagyon sok fehérvári is van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon örülnek ennek, és ne felejtsük, hogy ez ütemesen egy következő üteme volt annak, ami a nyugati elkerülő útunk megépülésével elkezdődött évekkel ezelőtt, és ugye ott az volt a cél, hogy Fehérvár Veszprém között jelentősen lerövidüljön az út, illetve az M7-es és Veszprém között, és most már nyugodtan azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy 15-20 perccel egészen biztos, hogy rövidebb, és ami azt gondolom, hogy talán fontosabb, biztonságosabb lett ez az útkapcsolat, és hát a várpalotaiaknak pedig biztos vagyok benne, hogy sokkal nyugalmasabb, békésebb élet következik most már, hogy az a 20 000 autó itt és nem ott közlekedik. És fontos Kabocs, Székesfehérvár és Veszprém városa között is. Igen, hiszen rengeteg közös kapcsolat van. Hát azt gondolom, hogy oda-vissza járnak át az emberek, ha sportot nézzük, kézi meccsre, foci vagy hoki meccsre, adott esetben át az állatkertbe, vagy adott esetben fehérvári programokra, Koronás parkba mondjuk Veszprémből, vagy adott esetben tényleg a Balatont is innen közelítik meg az északi partot sokan, úgyhogy így gondolom, hogy a két város között is nagyon szoros lesz a kapcsolat, vagy még szorosabb lesz, hiszen ne felejtsük, hogy történelmileg azért mégiscsak a királyok és a királyok városa. Most ezt egy kicsit könnyebb útkapcsolaton lehet megtenni ezt a utat két gyönyörű város között. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!